Testvéri szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Úrvacsorai Isten tiszteletre jöttünk. Nem csak egy negyed év kezdetén vagyunk, hanem egy új esztendőnek az elején. Egy olyan esztendőnek, amikor az emberek arra gondolnak, hogy vajon hozhat-e bármi jót egy új esztendő, hiszen mindenhol azt halljuk, hogy az emberek csak rosszra, egyre rosszabbra számítanak. Minden évnek az elején az emberekben ott van az, hogy hát ha új esztendő kezdődött, akkor biztos, hogy vannak olyan dolgok, amiket másképp kell csinálnom, és az emberek úgy próbálják magukban keresni azt, hogy az életnek melyik az a területe, amin valamit változtatni kell. Az életnek melyik az a területe, ahol új dolgokat kell kezdenem, vagy régi dolgokat kell elhagynom, milyen változásokra van szükség az én életemben, az én környezetemben. Ez az az időszak, amikor az emberek mindenféle komoly ígéreteket tesznek arra vonatkozóan, hogy mit tesznek majd másképp most az új esztendőben. Aztán úgy év vége felé pedig úgy számot vetnek arról, hogy mit sikerült ezekből megvalósítani. És nagyon sokszor mondják azt az emberek, hogy jaj, hát már el is felejtettem azt, hogy én mit fogadtam január 1-én vagy január elején, és ha emlékszik is rá az ember, akkor nagyon sokszor azt mondja, hogy hát bizony eléggé elhanyagoltam, talán még úgy egy-két hétig bennem volt a felbuzdulás, de aztán az év további részében már elhanyagoltam a dolgokat. Szeretnék egy olyan igét olvasni most, amelyben Jézus Krisztus tanít bennünket, méghozzá egy olyan dologról beszél ebben a szakaszban, amikor azt mondja, hogy vannak dolgok, amiket az emberek úgy szokásosan, úgy általánosan rosszul csinálnak, és azt szeretné, hogy az ő tanítványai, az ő követői ezekben a dolgokban másként gondolkozzanak. Máté evangéliumának a 6. fejezetéből szeretnék egy szakaszt olvasni. Máté evangélium a 6. fejezet, és ott a 16-tól a 21. versig olvasom. Mikor pedig böjtöltök, ne legyen komora nézésetek, mint a képmutatóké, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek, hogy ők böjtölnek. Bizony mondom néktek, elvették jutalmukat. Te pedig, amikor böjtölsz, kend meg a te fejedet, és a te orcádat mosd meg, hogy ne az emberek lássák böjtölésedet, hanem a te atyád, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák és el nem lopják. Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Egy olyan világban élünk, amikor nagyon sokféle reklám vesz bennünket körül, mindenki próbálja hirdetni azt, hogy milyen jó az a termék, amit ő kínál, milyen jó az, amit ő elképzelt, és másnak is ezt kellene követni. Sőt, sokszor azt is tapasztaljuk, hogy még maguk a reklámozók, vagy akik feladták a reklámot, ők is elismerik, hogy hát ha nekik kellene azt használni, nem használnák, de jól jövedelmező az a bizonyos dolog, és a pénz érdekében mindent készek vagyunk elmondani. De még ha nem is megyünk ilyen, már nem is lehetne jobb szót mondani erre, hogy gonosz gondolatokra, cselekedetek felé, akkor is azt tapasztaljuk, hogy az emberek szeretnek kérkedni azokkal a dolgokkal, amiket csinálnak, szeretnék felhívni a figyelmét az egész környezetüknek, az egész világnak, hogy milyen sok szép és jó származik tőlük. Jézus azt mondja, hogy amikor valami, főleg, hogyha lelki dologról van szó, de amikor valami jó dolgot teszel, akkor ne az legyen a lényeg, hogy most téged dicsőítsenek ezért az emberek. Ne az legyen a lényeg, hogy te megmutassad és kihangsúlyozod az embereknek, hogy te milyen jó vagy.
hogy te mennyi soki szépet és jót megteszel akár másokért, hanem végezd úgy a munkádat, ugye egy másik alkalommal olvassuk ezt a Szentírásban, hogy a keresztény embernek úgy kell végezni a szolgálatát, hogy ne őt dicsőítsék, hanem a Jóistenre hívja fel a szolgálatával a figyelmét a másik embernek, hogy a Jóisten dicsőítsék általa. És itt, amikor már megtörtént valami, vagy amikor böjtöl az ember, vagy amikor bármi olyan dolgot tesz, amiről úgy gondolja, hogy az Istenért teszem, azért, hogy még jobb és még szebb legyen minden, én magam is, meg a világ is körülöttem, akkor ne úgy tegyük ezt, hogy mi mindenki lássa, hogy én most mit teszek, hanem a Jóisten előtt legyen nyilvánvaló, hogy mi van a szívemben, mert ez a lényeg. És utána a következő mondatokban pedig Jézus arról beszél, hogy ne az legyen a lényeg, hogy kincseket gyűjtsünk itt a földön. Nagyon érdekes dolog az, hogy vannak olyan emberek, akik bizonyos dolgokat, akár a kincseknek a gyűjtését is olyan túlzásba viszik, hogy az már szinte betegessé válik, és amikor erről beszélek, akkor ez igaz mind a két irányba, amikor nagyon-nagyon sok kincset gyűjt az ember, meg amikor semmiféle kincsről hallani se akar. Mert nyilván vannak, mind a kettőt lehet valamilyen formában túlzásba vinni. Jézus itt arról beszél, hogy nagyon sok embernek a szívét, a figyelmét, az energiáját leköti az, hogy minél több mindent felhalmozzon ebben a világban. És hát ugye mivel az embernek az ideje véges, az embernek az energiája véges, ezért csak úgy lehet ilyen földi kincseket túlzó mértékben használni, felhalmozni, hogy mellette akkor a lelki dolgok háttérbe szorulnak. Lehetne arról is beszélni, nyilván az egy másik téma volna, hogy nagyon sok esetben, ha már én túlzó mértékben akarok felhalmozni, az sokszor más embereknek a rovására megy, erről is lehetne beszélni, kizsákmányolásról, meg tisztességtelen üzletekről, meg a munkabér meg nem fizetéséről, meg nagyon sok mindenről. De most Jézus csak arra helyezi a hangsúlyt, hogy amikor az ember el van foglalva a földi kincsek gyűjtésével, akkor a lelki dolgok háttérbe szorulnak. És hát nyilván a másik féle túlzó forma az az, amikor az ember bizonyos lelki dolgokra hivatkozva teljesen elhanyagol mindent. Ugye hallottunk már olyan emberekről, akik már minden lyukas ruhába járnak, mert azt akarják hangsúlyozni, hogy ők mindenféle földi kincstől, gyűjtésétől távol tartják magukat, és úgy gondolják, hogy az az erény, hogy ilyen kopott, lyukas ruhába járok, mert ez mutatja azt, hogy én milyen szent ember vagyok. Tehát nyilván az embernek szüksége van, ugye beszéltünk itt a szombat iskolában arról, hogy az embernek van egy ünneplő ruhája az Isten tiszteletre, azért ez nem egy rossz dolog, és nem azt mutatja, hogy én milyen földi kincseket gyűjtök, hanem azt, hogy ezzel megtisztelem a Jóistent. Beszéltünk arról, hogy a Bibliában milyen részletes leírást olvashatunk, hogy kellett elkészíteni annak idején a szentélyt, és lám a Jóistennek oda szentelt szent sátorban, ugye milyen aranyból és gazdagságot is feltételező dolgokból kellett dolgokat elkészíteni. Tehát, hogy azért amit oda kell szentelni az Úrnak, meg amit meg kell tenni, vagy meg kell venni, hát azt meg kell venni. A lényeg a túlzásoknak az elkerülése. Ugye nyilván, amikor az ember olvas egy Biblia szöveget, az első, ami eszébe jut, hogy hát bizony milyen jó dolgokra figyelmeztet az Úr, de hát tudom én ezt már nagyon régóta, és hát igyekszem is, hogy én mindenféle földi kincsektől távol tartsam magam, és ne ez domináljon az életemben.
De nagyon sok esetben az ember, ha úgy komoly önvizsgálatot tart, és ugye az úrvacsora kapcsán Pál apostol is ezt tanácsolja a gyülekezeteknek, vagy a gyülekezet tagjainak, hogy hát azért vizsgálja meg magát az ember, és úgy egyék abból a kenyérből, meg úgy igyék abból a pohárból, tehát hogy az önvizsgálatnak az ideje is az úrvacsora, és hogyha komoly önvizsgálatot tart az ember, akkor nagyon sokszor rádöbben arra, hogy azért tényleg vannak az életemben olyan dolgok, hogy talán elhanyagolok lelki dolgokat különböző földi kincsek miatt. Ugye az egyik dolog, az egyik fajta tanulás, amikor az ember tudatosan eldönti, elhatározza azt, hogy én most valamit meg akarok tanulni. Rengetegféle iskola, tanfolyam, képzés van meghirdetve szerte a világon, nem csak szakmákat, nem csak ilyen nagy dolgokat lehet tanulni, sokszor az egyházon belül is megvannak hirdetve olyan tanfolyamok, olyan képzések, olyan egynapos képzések, amikor jön valaki, és elmélyedt valamilyen dologban, és azt szeretné megosztani a többiekkel, nagyon jó dolgok ezek. Ezek mindegy olyan alkalom, amikor az ember elhatározza, eldönti tudatosan azt, hogy én most valamit meg akarok jobban érteni. Én most valamit meg akarok jobban tanulni. És az ember elmegy, meghallgatja, elolvassa, sokszor ma már el se kell menni, hanem el lehet olvasni valamit, kész van a kidolgozott anyag, és a kezébe veheti az ember, vagy már nem is biztos, hogy papírformában van, hanem elektronikusan. Az ember tudatosan eldönti, hogy én most meg akarom ezt tanulni. De aztán azt látjuk, hogy nagyon sok olyan dolog van, amit az ember nem dönti el, hogy én ezt meg akarom tanulni, nem dönti el, hogy én most ilyen meg olyan akarok lenni, hanem egyszerűen egyszer csak észreveszi azt, hogy formálódik, alakul, változik az élete. Mert hogy olyan dolgok hatottak rá, amit észre sem vett. Akár jó értelemben, akár rossz értelemben. Néha kap az ember egy-egy olyan bókot, hogy olyan jól esik az, hogy most így szóltál, ilyet mondtál, és az ember örül annak, hogy észrevették azt, hogy valamit jól csinált. De vannak olyan dolgok is, olyan pillanatok is, amikor az embernek a szemébe mondják, hogy hát nem szoktál te ilyen lenni, és most miért mondtad így, vagy ilyen hangnemben, és az ember úgy elgondolkozik, hogy tényleg miért is mondtam ilyen hangnembe. Miért voltam én most ilyen? És hogy nem elkezdődött az életemben valami folyamat, hogy elkezdek formálódni? Miért is lesz az ember sokszor olyanná, amilyennél nem akar lenni? Azért, mert a környezete hat rá, és a környezete formálja. Ugye Jézus mondta, hogy egy olyan világban élünk, amikor, mint a bárányokat küldelek a farkasok közé, mert ez a világ nagyon sokszor ilyen farkasokból áll. Azok vesznek bennünket körül. Mert mindenki akar valamit. És az ő érdeke ellentétes az én érdekemmel. És ő neki csak az számít, hogy ő a saját érdekét érvényesítse. És amikor arról beszélünk, hogy ilyen bárány lelkű, szelíd embernek kell lenni, akkor sok ember felnéz és azt mondja, hogy nem egy buta tanács ez. Hát erősnek kell lenni, határozottnak lenni, mert csak akkor tud érvényesülni az ember. És hát amikor ugye az ember ezt alaposan átgondolja, akkor azt mondja, hogy nem jó tanács ez, nem egyezik azzal, amit Jézus Krisztus tanácsol nekünk, de közben nap mint nap, percről percre, óráról órára ezt tapasztalja, ezt érzékeli a világból, és esetleg elképzelhető, hogy ő maga is már kezd formálódni erre. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy a világ az formál bennünket. Minden, ami körülvesz, minden információ, ami elér bennünket, az formál minket. Vagy jó irányba, vagy rossz irányba.
Ezért olyan nagyon fontos az, hogy az ember, a hívő ember, Jézus Krisztus követője, az minél több időt, minél több alkalmat használjon ki arra, hogy az Isten igéje az valahogy eljusson hozzá, mert hogy az is formál bennünket. Szombatiskolában a Szentlélekről tanulunk, és hát szóba került már, de majd még a későbbiek során még részletesebben szóba fog kerülni az, hogy Isten lelke is formál bennünket. Ő is alakítani akar bennünket. És vajon mi lesz az erősebb? Vajon mi fog ránk jobban hatni? A világnak a hatása, az, ami a világból ér bennünket, vagy ami az Istentől jön? És amikor az ember találkozik valami olyannal, ami úgy megdöbbenti, ami teljesen más, mint a megszokott dolog, akkor sokszor ezek a megdöbbentő dolgok gondolkoztatják el őt azzal kapcsolatban, hogy vajon ő jól csinál-e valamit. Az egyik alkalommal egy ilyen pszichológusokból álló kis csoportban voltam, és hát ott szóba került, hogy van ott a csoportban valaki, aki mindenféle olyan megkeresésre, amikor ajánlanak valami új szoftvert, új képzést, mindig jön valami új ajánlat, mint ahogy bárhol máshol a világban, és ugye ezek általában mindig ilyen elég sokba kerülnek, akkor van valaki, egy hölgy, akinek több éve már meghalt a férje, ő egyedül él, és ő mindig azt szokta mondani, hogy nem, nekem sajnos erre nincs pénzem. És egy nagyon kiváló szakember, és hát úgy elmondta azt, hogy ő naponta csak néhány embert vállal el, nagyon keveset, és többet nem. Illetve hát, hogy csak ennyi páciense van. És úgy többen felajánlották, hogy hát úgyis sok ember jelentkezik náluk, hogy átküldik, átirányítják hozzá, hogy legyen már kicsit több pénzem, mindenre azt mondja, hogy nincs rá pénze, és ő a megdöbbenve nézett, és azt mondta, hogy de hát én nem akarok több embert, én nem kell több. De hát mondják, hogy miért nem? Hát kitelik az idődből, hogyha csak naponta ilyen 1-2 órát foglalkozol emberekkel, és akkor elmondta, hogy na de hát akkor mi lesz a virágos kertemmel? Hát minden napot a virágaimat ápolni kell, meg mi lesz a kis madaraimmal, mert vannak madaraim, meg hát azokra idő kell. És azt mondja, hát miért olyan fontosak ezek a számodra? Hát mennyivel jobb volna, hogyha mindent, amit csak akarsz, meg tudnál venni, hát milyen jól kereshetnél? És azt mondja, és mit érnék azzal, hogyha nem volnának a virágaim, meg nem volnának a madaraim, meg nem volnának az életemben azok a dolgok, amik nekem most kellenek. És az emberek csak úgy néztek megdöbbenve. Mert hogy mindenki úgy éli az életét, hogy még több, meg még több, meg még több legyen, mert akkor több lesz a pénz. És ez az egyetlen motiváció, hogy mennyi lesz a pénz, mennyi lesz a fizetés. És nem baj, hogyha még több órányi munkát kell végezni, valahogy majd megcsináljuk, lehet, hogy a minőség már nem lesz olyan, de a lényeg egy, hogy minél több, és akkor a jövedelem is minél több legyen. És akkor, amikor látod, hogy ennyire csodálkoznak ezek az emberek, akkor elmondott egy történetet, amit arról hallott, hogy egyszer egy amerikai gazdag ember elment Mexikóba, és az egyik piacon egy ilyen fonott kosarat áruló indiánnal találkozott, és mondta, hogy hát megveszi ezt a kosarat, és úgy csodálkozott, hogy az ő pénzéhez képest, hát milyen fillérekért árulja itt a kosarat, ez a mexikói indián, és hát elkezdett vele beszélgetni. És hát kiderült, hogy ő is egy nagyon szegény ember, aki a kosarat árulja, és hát kérdezte, hogy hát hogyha ez most ilyen ennyibe került ez a kosár, nem tudna neki fonni 10 kosarat, mert ő megvenne akkor 10-et.
Egy kicsit gondolkozott ez az indián, és azt mondta, hogy jó, de akkor az nem tízszer annyi, hanem több. Azt mondja, hogy több? Hát ha többet veszek, akkor az kevesebbe szokott kerülni, nem többe. Nem, ő, ha tizet kérnek, akkor többet kér érte. Jó, hát megvonta a vállát a gazdag amerikai, és azt mondta, hogy jó, megadom azt a pénzt is. És mi lenne, hogyha 30-at vennék belőle? Hát azt mondja, akkor az még több. Ha nem 30-szor, de akkor az még annál is többbe kerülne. Nem értette. Sehogy nem értette ez a gazdag amerikai, és azt mondja, hogy hát árulja már el, hogy miért így számolja ki az árát. Hát ez teljesen szokatlan. És azt mondja, hogy hát azért, mert óriási áldozatokat kell akkor hoznom, mert most minden este a barátokkal összeülünk, beszélgetünk régi történeteket, a régi indián hőskorokról, meg, és ez egy nagyon fontos az én számomra. És most, ha én nem megyek el ebbe a társaságba, hanem otthon fonogatom a kosarakat, ez egy nagy áldozat. Ezért pluszt kell fizetni. És aztán nem lesz időm arra, hogy minden estét azzal töltök, hogy a folyón, a kenummal evezgetek, és ott nézem a naplementét, mert ez egy csodálatos dolog. És azt mondja, hogy ha én most otthon fonom a kosarat, akkor ez egy áldozat, és ezért plusz pénzt kell fizetni. És az amerikai elcsodálkozott is. Ez a gondolat, ahogyan gondolkodott ez az indián, vezette el őt oda, hogy tényleg nem csak a pénz létezik, mert az ő számára más nem létezett. Minél több munka, ezért minél több pénz, lelki dolgok, azok nem érnek. Nézni a naplementét? Hát majd, ha elmegyek szabadságra talán, azon az egy-két napon, majd akkor lehet, hogy megnézem a naplementét, meg beszélgetni hosszasan, hát jó, hát nálunk is szokott ilyen lenni az üzleti partnerekkel, időnként, na de az, hogy minden este beszélgetni, nem értette ezeket a dolgokat. És rendszeresen visszajárt ehhez az indiánhoz, és beszélgetett vele, és egyszer csak azt vette észre, hogy teljesen átalakul az élete. Teljesen másként gondolkozik dolgokról. És rádöbbent ez az ember, hogy milyen óriási kincset jelentenek a lelki dolgok a földi kincsek mellett. Vagy ahogy Jézus mondja, hogy sőt, inkább a mennyei kincsekre, a lelki kincsekre helyezzük a hangsúlyt, mert bizony sokkal többet érnek, mint ezek a földi kincsek. Ugye Jézus itt nagyon szépen elmondja, hogy a rozsda, meg a moly, meg a különböző dolgok tönkre teszik, úgy is előbb-utóbb semmi nem lesz. És az ember nem veszi észre ezt. És ami a legfontosabb, hogyha a lelki élet kárára történik mindez, akkor mivé válik a hívő ember? Mivé válik az az ember, aki azt mondja, hogy én keresztény vagyok, én Jézus Krisztus követője vagyok? Ma egy nagyon divatos kifejezés az, hogy burnout szindróma. Ugye magyarul ezt úgy szokták mondani, hogy kiégés. A kiégés egy olyan, mondjuk így, hogy betegség, hogy az ember végez valamilyen tevékenységet, először még olyan lelkesen, meg úgy csinálja, és utána egy idő után már azt veszi észre, sokszor éppen a pihenés hiánya, meg a egyhangúság, meg nagyon sok minden más miatt, azt veszi észre, hogy már olyan unottan csinálja a dolgokat. Már csak olyan tessék, lássék, amit nagyon muszáj, és ahogy szokták mondani, semmi köszönet nincs az ő munkájába. Szoktunk hallani arról, hogy iskolába pedagógusok úgy tanítanak, hogy a gyerek az már leadom az anyagot, aztán ha akarja, megtanulja, akarja, nem. Vagy nagyon sok területen tapasztaljuk ezt, hogy az emberek ilyen kiégés nevű betegségben szenvednek, hogy már csak olyan unottan csinálnak mindent. És ami a legborzasztóbb, hogy ez a keresztény emberrel is megtörténhet. Hogy a hívőséggel, a hitünkkel is megtörténhet, hogy az ember ilyen kiégett keresztényé válik. Ugye nem mondtam az előbb, hogy pedagógust említettem, na de ugyanez megtörténhet, akár egy lelkésszel is. Nem hallottunk már ilyen történetet? Hát
elmondja a prédikációt, megkapja a fizetését, és kész. És lelkész. Ő is hirdeti az evangéliumot. Persze, jó, hát hogy internetről letölt egy prédikációt, elmondja, az kész. Bármelyik hívő emberrel megtörténik, hogy a kereszténysége, a hívősége ilyenné válik. Ilyen kiégett emberré, kiégett keresztényé. Jézus Krisztus is figyelmeztet arra, hogy bizony nagyon sokan vannak, ugye nagyon sokan voltak már az ő korában is ilyen emberek. Máté evangéliuma 15. fejezetében nagyon szigorúan és határozottan rója meg az ilyen embereket. Máté evangéliumának a 15. fejezetéből olvasom a 7-től a 9. versig. Jézus ezt mondja, képmutatók, igazán prófétált felőletek Ézsaiás mondván, ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkával tisztel engemet, szíve pedig távol van tőlem, pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Azt mondja, ajkával tisztel, de a szíve távol van tőlem. Ez az, amikor kifelé mutatunk valamit, ugye Jézus az előző idézetben mit mondott, hogy úgy böjtöl az ember, hogy mindenki lássa, de a szívében az igazi böjt az hiányzik, amikor tényleg az Istenre kellene figyelni, a külsőségekre figyel, hogy mi van belül, az egy teljesen más dolog. Múltkor az egyik áruházban meg volt hirdetve, hogy ilyen csodálatos alma akció van, és gyönyörű, szép almákat kínáltak, és tényleg olyan jól mutató almák voltak, és egy pár darabot vettünk, hogy biztos nagyon finom lesz, ilyen óriási nagy almák. Olyan szép piros volt mindegyik. És amikor otthon megpróbáltuk elfogyasztani, akkor kiderült, hogy a belseje tiszta barna. Kívülről olyan szép egészségesnek látszott. Valaki mondta, aki ért hozzá, hogy valószínűleg ilyen hűtőházba volt és megfagyott, és a belseje azért lett ilyen. Nem tudom, de hogy mennyire jellemző ez sokszor az emberre is, hogy próbál kifelé valamit mutatni, de belül nem az van. És hogy miért fontos ezt pont egy úrvacsorai alkalommal végig gondolni, hogy vajon mi milyen keresztények vagyunk. Mert igyekszünk azt a képet kialakítani magunkban, hogy azért a gyülekezeti tagságunkkal minden rendben van, de vajon mi van a szívünkben? Nem feltétlenül kell, hogy olyanok legyünk, mint akikre Jézus ilyen nagy kiabálva mondja, hogy képmutatók, farizeusok, milyenek vagytok. Lehet, hogy nem vagyunk mi ennyire rossz keresztények, csak nincs a mi szívünkben is valami olyan, hogy bizonyos dolgok fontosabbak a lelki dolgoknál. Hogy elnyomják azt a vágyat, ami egyébként megvolna bennünk, hogy az Úrral több időt tölteni, az Úr szolgálatára több vagy nagyobb hangsúlyt helyezni. Nagy kérdés, milyen az értékrendünk, ugye az értékrend kialakítás, ez a legfontosabb dolog. Valaki egészen mással kapcsolatban egyszer azt mondta, hogy igazából mindegy, hogy milyen értékrendje van az embernek, de az a legrosszabb, hogyha semmilyen nincs. Csak lehetőleg legyen már valamilyen értékrendje, hogy mi a fontos az ő számára. Na, nyilván mi nem állhatunk itt meg, hanem kell, nagyon fontos, hogy legyen egy értékrendünk, de az sem mindegy, hogy milyen, hanem az, amit Jézus Krisztus tanácsol a mi számunkra, hogy a mennyeiek kerüljenek első helyre, a lelki dolgok kerüljenek első helyre. Ahogy mondtam is, bizonyos földi kincseknek a gyűjtése fontos lehet, mert nekünk is itt kell élni ebben a világban, és itt szükség lehet bizonyos dolgokra, de ne ez legyen a legfontosabb. Ne vegyenek el ezek energiát, időt a lelki dolgoktól, hanem legyen meg az az egészséges összhang, egyensúly a kettő között, és az első mindig az legyen, hogy a lelki dolgok, az Istennel való kapcsolat. Ugye, hogyha folytatnánk még tovább ott a Máté evangéliumának az elejéből az olvasást,
Jézus később mondja majd a 33. versben, hogy keressétek először az Istennek országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Tehát, hogy ha az Istennel való kapcsolatunk jó, akkor az egész lelkületünk olyan lesz, hogy megértsük azt, lesz elég bölcsességünk ahhoz, hogy ezt a megfelelő egyensúlyt meg tudjuk tartani. És a Jóisten gondoskodik arról, hogy a legfontosabb, legszükségesebb földi kincsekhez is hozzá tudjunk jutni. Adja jó Isten, hogy most önmagunkat megvizsgálva tudjuk meghozni azt a döntést, hogy a mi értékrendünkben első helyen a jó Istennel való kapcsolat, a lelki dolgok állnak, és mögötte a megfelelő mértékben ott vannak azok a szükséges földi javak, amik elengedhetetlenek, de ez nem megy a kárára annak, hogy milyen a kapcsolatunk a jó Istennel. Ehhez adjon nekünk az Úr erőt és bölcsességet. Amen.